Jó estét kívánok, híreink következnek itt a Fénytelevízióban. Kérem, tartsanak velünk! A hivatalos tájékoztatás szerint 24 óra alatt 1104 fertőzöttek diagnosztizáltak, összlétszámuk jelenleg 45.902. Ezt megelőzően vasárnap 1120-szal, szombaton 1284-jel, ami az eddigi rekord, emelkedett az újonnan azonosított betegek száma Romániában. Az újonnan diagnosztizáltakon kívül ugyanakkor 258 páciensnek lett ismét pozitív az eredménye. Az ország területén eddig 2206 elhalálozást jegyeztek, 19-el többet, mint egy nappal korábban. Négy újabb koronavírusos fertőzés igazolását követően 464-re nőtt a járvány kezdete óta Hargita megyében azonosított esetek száma. A járvány miatt sokan kerültek nehéz helyzetbe, ezért a Gyergyószentmiklósi képviselőtestület legutóbbi ülésén elfogadott egy határozatot, mellyel az érintett magán és jogi személyeket adókedvezménnyel segítik. Döntöttek ugyanakkor arról is, hogy a távhőmű biztosítja várhatóan ősztől a víz és szennyvíz szolgáltatást is a városban. A koronavírus járvány az élet szinte minden területére rányomta a bélyegét, nagyon sokan kerültek nehéz anyagi helyzetbe, vállalkozások fizetőképessége is megingott. A Gyergyószentmiklósi képviselőtestület legutóbbi ülésén hozott határozattal rajtuk szeretne segíteni. Ingatlan adó befizetésből való kedvezmény nyújtását, mint egy 50%-os ingatlan adó kedvezményt nyújtását azon ingatlan tulajdonosoknak, függetlenül attól, hogy magán vagy jogi személyével rendelkeznek, akiknek a tevékenysége nagymértékben akadályoztatva volt, vagy fel volt függesztve a sürgősségi állapot miatt, valamint a másik feltétel az az, hogy minimum 50%-át a béreknek, hogyha bérbe volt kiadva, elengedte az elmúlt időszakban, vagy nem tudta realizálni. Ebben az esetben a törvény által adott, nemrég bevezetett lehetőség értelmében, úgy, ahogy említettem az előbb is, mint egy 50%-os adókedvezménybe tudjuk részesíteni az igénylőket. Emellett egy másik támogatási módszert is jóváhagytak azok számára, akik késedelmi kamatot halmoztak fel. A március 31-én szkadens és be nem fizetett helyi adó és illetékekben felhalmozott késedelmi kamatot el tudjuk engedni abban az esetben, hogyha napirendre az alaptartozást törlesztik az adósok. Ez is egy olyan segítség, úgy gondolom, amely könnyíteni tud az adóterheken, azon gazdasági személyeken, vagy magánszemélyeken is, akik adósságot halmoztak fel, vagy bizonyos okok miatt nem tudták befizetni az adót a helyi költségvetésbe. A határozat értelmében egyelőre csak a sürgősségi állapot idejére érvényes a támogatás, de amennyiben az országos törvénykezés engedélyezi, erre az időszakra az ilyen jellegű kedvezmények bevezetését, akár év végéig is meghosszabbíthatják a rendelkezést. A tanácsülésen újabb döntés született a szolgáltatások összevonásáról. Korábban a GoRT biztosította Gyergyószentmiklóson a közszolgáltatásokat, majd ezek sorra más cégek kezébe kerültek, és jelenleg csődeljárás alatt lévő vállalattól a víz- és szennyvíz szolgáltatást is elvették. Így hamarosan a helyi hőszolgáltató közmű, vagyis újabb nevén a helyi hő-, ivóvíz- és csatorna szolgáltató közmű feladatkörébe tartoznak majd ezek is. Jelen határozat érvénybe lépését követő 90 napban még a törvény szerint a közszolgálati törvény értelmében a jelenlegi GoRT köteles szolgáltasson, és ez a 90 nap alatt pedig az új szolgáltató, ami fűtőmű és vízmű egyben, az meg kell szerezze a működéshez szükséges engedélyeket, és át kell vegye ezen 90 nap alatt a szolgáltatást is. Ugyancsak ez a határozat rendelkezik arról is, amit az előző határozattal most már jóváhagytunk, hogy mintegy 100 elejértékben támogatja a város az indulásra szükséges költségeket, valamint jelen határozat tervezet elfogadja az új szervezési és működési szabályzatát is, és az új rendszernek, ami azt is jelenti egyben, hogy mintegy 23 személlyel kevesebb létszámban tervezi az új szolgáltató működtetni a vízi szennyvízhálózatot, mint ahogyan azt, ha különálló egységként működtettük volna. Ez azt is jelenti, hogy 36 új
posztot hozunk létre a jelenlegi fűtőmű, vagy most már a volt fűtőmű keretén belül. Nagy Zoltán polgármester reményét fejezte ki azáltal, hogy a három tevékenység egy kézbe került. 3-5 éven belül egy jó gazdasági mutatókkal rendelkező szolgáltató cége lesz a városnak. A Temes megyei hatóságok karantén alá vonták Facsád városát a vonzás körzetbe tartozó 3 faluval együtt a koronavírusos esetek magas száma miatt. A vesztegzár 14 napig tart. A településen jelenleg 50 igazolt fertőzött van, köztük a városi kórház 8 alkalmazottja is. A vonatkozó törvény értelmében vesztegzárat rendelhetnek el azokon a településeken, ahol 1000 lakosra 3 fertőzött jut. Facsádon a legutóbbi népszámlálás szerint 7201-en élnek. Ez a harmadik romániai város, amely az esetszámok növekedése miatt vesztegzár alá került. A városi buszmegállók egy részét felújította az önkormányzat, a beruházás értéke 12 ezer lej. Az illetékesek bíznak abban, hogy a megújult várópontokra azok használói is vigyázni fognak, nem rongálják meg, nem festik le, vagy plakátolják tele azokat. Kialakításuk óta több városi buszmegálló állapota romlott le az idő vagy rongáló kezek nyomán. Ezek egy része sem a naptól, sem az esőtől nem védte már a buszra várókat. Sőt, többnél az ülő alkalmatosságot is tönkretették, vagy az oldalsó üvegeket törték össze. Ezen próbált változtatni az önkormányzat, és így több várópontot újítottak fel. Az elmúlt időszakban mintegy 5 buszmegállót újítottunk fel teljesen. Tettük ezt azért, mert egyfelől ugye nagy szerepe van abban, hogy a várakozóknak minél inkább civilizáltabb környezetet adjon, de a város arculatának a megítélésében is nagy szerepel bírnak. Sajnos azt tapasztalhattuk, hogy az elmúlt időszakban több buszmegálló meg volt rongálva, és ez a nem megfelelő hozzáállás a lakók részéről is, az átutazók részéről is természetesen ez azt is jelenti, hogy a város költségvetéséből mintegy 12 ezer lej értéket kellett arra fordítsunk, hogy teljesen felújítsuk ezeket a buszmegállókat. A felújítást nem az önkormányzat emberei, hanem egy erre felkért cég végezte el. Újra festették a buszmegállók fából készült elemeit, az ülő részeket egészítették ki, és új plexifalakat is kaptak az állomások. A városvezetés reméli, a befektetett munkát értékelik majd a lakók is. A munkálat most már lezárult, civilizált környezetben fogadjuk az arra látogatókat, de egyben arra is kérjük, hogy figyeljünk oda az ilyen köztéri elemekre, hiszen ez azon túl, hogy minket szolgálnak, minket is képviselnek, ábrázolnak, és annak a leromlott állapot az egész közösségünket meg tudja bélyegezni. A buszmegállók falaira továbbra is tilos plakátolni, ugyanakkor a rongálások miatt is büntetni fog a helyi és az állami rendőrség. Míg korábban a szakember hiány jelentett problémát a munkaadók számára, mára a koronavírus világjárvány következtében növekedett a munkanélküliek, és ezáltal az alkalmazható szakemberek száma, de csökkent a munkahely kínálat is. Hargita megyében várhatóan több százal nő majd ebben a hónapban a munkanélküliek száma, a korábbiakban ellentétben, ezúttal Zömében képzett személyek váltak munkanélkülivé. Nagyon kevesen keresnek alkalmazottakat. Jelenleg a megyében mindössze 151 állás lehetőséget hirdetnek a munkaerő elhelyező ügynökségen keresztül, miközben más évek hasonló időszakában ez a szám legkevesebb 600-700 szokott lenni. A szűzanya édesanyjának, Szent Annának ünnepén idén is sokan vettek részt a Csobothegyi Szent Anna kápolnák búcsúján. A résztvevők hálát adtak Istennek, hogy idén is együtt imádkozhattak, és sor került a nagyszülők megáldására is. Július 25-én szombaton került sor idén a Szent Anna kápolnák búcsús ünnepére. Voltak, akik autókkal, voltak, akik zarándokúton gyalogosan érkeztek az eseményre. A zarándokútra reggel 9-kor gyülekeztek a hívek a Szent Miklós templomnál, majd a Szent Anna és Szent Joachim ünnepén a Csobothegyi kápolnáknál a Szent Mise déli 12 órakor vette kezdetét. Az Anna Isten, megkönnyörű Isten megáldja a kegyelmével, azt jelenti, Joachim pedig azt jelenti, hogy Isten megvigasztal. Csodálatos két üzenet. A Szentírás nem beszél az Úr Jézus nagyszüleiről, a szűzanya szüleiről, de kb. 1700 évvel ezért született egy könyv, a Jákob könyve, ez egy úgynevezik apokrif könyv, amiben nagyon gyönyörűen leírják
az akkori szentírók, Szent Annának és Joákimnak a történetét. Akkor, amikor ilyen történeteket hallunk, oda kell figyelnünk, hogy mi is van a mélyben. Mert itt ugye az Úr Jézus nagyszüleit ünnepeljük, a nagyapját, nagyanyját, és ennek üzenete van. Azt mondja ez a nagy szakember, hogy amikor odafigyelünk, hogy a Szent Anna miért ilyen nagy-nagy tiszteletnek örvendező szent volt népünk és ősén körében, akkor a vallásosság történeteik évszázadain keresztül elér hozzánk az üzenet. Nyilvánvalóan azért tisztelték őseink Szent Annát és Szent Joákimot, mert nagyon sok ember számára, figyeljük csak, hogy milyen érdekes, ami következik, akik lelki sérülésektől és sebektől szenvednek, melyeket az édesanyjukhoz fűződő boldogtalan kapcsolat okozott. Anna azon reményelévé vált, hogy sebeik meg fognak gyógyulni. És a mai evangélium, kedves testvéreim, én mondhatnám azt, hogy a Szentírás ezt az evangélium részletet pont nekünk ide, erre a búcsúra írták. Figyeltük bizonyára az Úr Jézusnak az üzenetét, boldog a szemetek, mert lát, és fületek, mert hall. Lenemil Balázs alpolgármester, egyháztanácsos, amellett, hogy köszöntötte a nagymamákat, az idei ünnep fontosságát is hangsúlyozta. Természetesen Szűz Mária édesanyjának köszöntése napján, a kis Jézus nagymamájának ünnepén, akiről nevüket kapták a kápolnáink, nem hagyhatom szó nélkül a nagymamák jelentőségét. Mégis úgy gondolom, hogy a mai ünnepünk főként a háláról kell szóljon. A háláról, amelyet azért adunk, hogy itt lehetünk. Tavaly ilyenkor még nem is sejtettük, hogy milyen 2020-nak nézünk elébe. Nem gondoltuk, hogy a legnagyobb ajándék az egészségünk lehet, és annak az öröme, hogy újra együtt itt a kápolnánál lehetünk. Amikor hónapok óta a világjárvánnyal kapcsolatos olykor sokkoló hírek jönnek szembe velünk a médián keresztül, amikor a közösségi oldalak két családi fotói között minden nap azt olvassuk, hogy éppen hány fertőzött van, amikor szinte óránként változnak a különböző rendeletek és dolgok, nagyon fontos, ne veszítsük el a hitünket. Tisztelt hívek, kedves jelenlévők, az már biztos, hogy benne leszünk a történelem könyvben, azonban nem mindegy, hogy mit olvasnak majd a következő nemzedékeink. Hogy felelőtlenek, ugyanakkor hitetlenek voltunk, vagy a kialakult helyzethez felelősségteljesen viszonyulva nem veszítettük el az Istenbe vetett bizalmunkat. A búcsú alkalmával idén is megáldották a nagyszülőket. Az elmúlt években a búcsús misét Agapé követte, ahol mindig a magyarországi vendégek kínálták étellel, itallal az ünneplő egybegyülteket. A járványhelyzetre való tekintettel ez most elmaradt. Gyergyószentmiklósi hegyi mentők és tűzoltók indultak vasárnapra virradóan négy nő keresésére, akik eltévedtek a Ditru és Tölgyes közötti erdőben, egyikük pedig kificamította a bokáját. A két csapat más-más útvonalon indult, a nőket végül a hegyi mentők találták meg. A megsérült nő elutasította a kórházi beutalást. A mentőegység arra a helyre vezette őket, ahol az autóikat hagyták. Onnan hazamentek. Újabb hasznos tájékoztatót tartott a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Mezőpanitban. A rendezvény résztvevői aratás témakörben szerezhettek ismereteket. Az aratógépek alapbeállításáról tartott tájékoztatót a hétvégén Mezőpanitban a Romániai Magyar Gazdák Egyesületének Maros szervezete. A rendezvény a szülőföldön okosan program része volt. Az alapbeállítás az azért fontos, mert az határozza meg, hogy utána úgymond miből indulok ki, és milyen a működése, az alapműködése a kombájnak. Hát itt ugye úgy az asztal, vágóasztalnak és a vágókéseknek a tekintetében, mint például a dobkosár és a dob közötti távolságnak a kérdése, a fordulat, alapjárat,
és a dobnak a fordulata, utána pedig ugye, hogy milyen szél, milyen rosta beállításokkal dolgozok, egyáltalán milyen rostát használok, ezeket ugye mindig előtte választom meg a célnak megfelelően, és itt a fontossága pont az, hogy megfelelően válasszam meg, és megfelelően állítsam be, ami a szezonban egyszer kell megtörténjen, utána pedig jól működik a gép. A rendezvény kitűnő alkalom volt arra, hogy bemutatkozzon az RMGM Maros új falu gazdásza, aki már több mint két évtizede foglalkozik állattenyésztéssel, növénytermesztéssel. A jó minőségű aratásnak három fő feltétele van, vélte Kovács Béla falu gazdász. Nagyon oda kell figyeljünk a szemvesztességre, minimális legyen a hullatás, a szemvesztesség az aratásnál, akkor az elvégzett munka az tiszta legyen. Tehát tiszta szem kerüljön a bunkerbe, tiszta szemet ürítsünk ki, tiszta szemet tudjunk elraktározni. Az más évben vetőmagként szolgál, ugyanakkor kenyérként szolgál, és a legutolsó sorban, ami ugyancsak nem elhanyagolható, takarmányként is az állatoknak. És a harmadik dolog, ami még fontos, hogy a gépész, hogyha nem saját részre dolgozik, szolgáltatásként végzi a munkát, akkor neki is hatékonynak kell lennie. Több mint 10 éve foglalkozik mezőgazdasággal, közel 30 hektáron termeszt növényeket. Pavel Dezső idén korszerű kombányt vásárolt. Ezt a gépet mutatta be a gazdáknak. Az idén úgy döntöttünk a család, hogy vásárolunk egy külföldi modern gépet, amivel jobban lehet dolgozni, tisztábban lehet dolgozni, és többet lehet aratni naponta, mint a régivel. Hát olyan evel olyan 15-20 hektár naponta, hogyha nagy a darab lehet aratni, időben el lehet kezdeni, nagy kapacitású gép. A tulajdonos elmondta, a kombány tartálya a bunker 8000 liternyi szemet képes tárolni. Pavel Dezső hozzátette, hogy bár az aratás már egy hete elkezdődött, a változékony időjárás nem kedvezett a begyűjtésnek. Egy nagyobb eső után egy-két napot is kell várni, amíg újból megkezdhető az aratás. Meglátása szerint a búza még nincsen teljesen megérve. Jelenleg 70-80%-os érés tapasztalható. Híreink végén megköszönöm a nekünk szentelt figyelmet, viszontlátásra holnap!